Az Univer jogelődjét, a Kecskeméti Földművel Szövetkezetet 1948. október 8-án alapították. A szövetkezet élén 1965-ig hét elnök váltotta egymást, ezt követően vette át a vezetést Bordos Lajos, akitől az Univer név is származik. Idézte fel a kezdeteket Szarka Balázs. 1968 közepén jött az ötlet, hogy paprikát daráljanak. Ehhez azonban nem volt kellő szakértelem a cégnél, ezért három hozzáértő szakember segítségével elindították az üzemszerű paprika előállítást. Név szerint dr. Horváth György, Bontavics Lajos és Szabó Imre volt ez a három nagyszerű szakember. Az első krém az a tormakrém volt, ami szintén hagyományoknak megfelelően, hogy nagyanyáink is előkészítették a disznótor alkalmával, a tormakrémet hasonló körülmények között indult. Végső soron évről évre gyarapodott, növekedett, és itt szeretném megemlíteni, hogy maga az Univer keresztapja, azaz Bordós Lajos adta az Univernek is a nevét. Édesapám akkor a szövetkezeti szeszfődéknek volt a vezetője, és az elnök úr üzent, hogy kérdezd meg a fiadat, hogy van-e kedve átjönni az áfészhez. Abban az időben én a Kecskeméti Konzervgyár termési osztályvezetője voltam, és épp egy olyan hangulati tényező volt az igazgatóval, hogy azt mondtam, hogy elmegyek. Nem tudtam, hogy hova jövök, nem tudtam, hogy mi vár rám, de az életnek vannak olyan fordulópontjai, amikor utólag jön rá az ember, hogy ez egy jó döntés volt, és valóban úgy gondolom, hogy életem szakmai részét ez a döntés határozta meg, hogy a nagy konzerviparból váltottam egy kis szövetkezeti savanyító üzembe. Az Univer termékei mára már fogalommá váltak. A 2016 óta Hungarikumnak számító piros arany és erős pista vagy jellegzetes lágymajonézük nemzedékek számára a hazai ízt és a megszokott magas minőséget jelentik. A piros arany név, ahogy említettem, ez a háromfős újító brigád, ugye kereste, hogy milyen nevet adjunk, és ez úgy adta magát, legalábbis ahogy én nekem elmondták abban az időben, hogy a paprika piros, és mivel ez évről évre a magyar gasztronómiába teret nyer, hát így aranyat ér, és így alakult ki ez a fantázia név, hogy piros arany. Az erős pista nevet azt mi egy találgatós minősítés alkalmából, mert akkor az itteni termelési vezetőt Noszkai Pistának hívták, és ahogy mondtuk, hogy mi legyen a neve, hát legyen erős Pista. Így alakult ki, azt már személy szerint benne voltam. Aztán utána jött, hogy hát ha van erős Pistánk, de legyen édes változata, hogy legyen? Hát ott volt éppen egy ilyen laboráns kislány, akit Annának hívták, akkor legyen édes Anna. Ilyen pofon egyszerű módon alakultak ki. Hát utána a haragos, meg ezek már végső soron ilyen fantázia, meg marketing úton alakultak ki. A 9 vállalatból álló Univer cégcsoport töretlenül halad a fejlődés útján. Nemrég adták át a közel 8 milliárd forintból megépült új hetény egyházi üzemüket, miközben termékeikkel újabb és újabb külföldi piacokat hódítanak meg. Az Univer múltjáról, jelenéről és jövőjéről a cégcsoportot 40 éve vezető Szarka Balázzsal beszélgettünk. Az elmúlt évek során egy nagyon korszerű technológiát sikerült minden területen megvalósítani, pályázatokat nyertünk, és ma eljutottunk oda, hogy éves szinten az Univer cégcsoport mint egy 70 milliárdos árbevételt realizál, 1310 embernek adunk biztos megélhetést, kenyeret, de ez mellett a mezőgazdasági oldalon körülbelül 550-600 családdal szerződéses kapcsolatban vagyunk, akik végső soron a meghatározó nyersanyagot, a paradicsomot, a paprikát, a fokhagymát, vöröshagymát, mustárt, stb. Biztosítják számunkra. Én úgy gondolom, hogy azok a fejlesztések, amik az utóbbi 10 évben sikerült végrehajtanunk, azzal, hogy 1982-ben a külföldiektől visszaszereztük a Kecskeméti konzervgyárat, azaz visszavásároltuk, jó értelemben nem szereztük, azzal megmentettük
azt a neves konzervgyáratól én magam is nevelődtem, és ma egy európai szintű paradicsom feldolgozó kapacitással rendelkezünk, ahol naponta 200-240 vagon nyers paradicsomot vagyunk képesek feldolgozni. Mellette a bébi ételt folyamatosan fejlesztjük, és ma már meghatározók vagyunk hazai viszonylatban. A Mindszenty körúton, ahol végső soron a paprika feldolgozás nem volt jelen, de mégis kellő hozzáértéssel megszüntettük a kényszervágást, megszüntettük a szeszfődét, a bútoráruház, stb. Mindazt a profilt, ami a Mindszenty körúton volt, és ma egy nagyon korszerű élelmiszeripari tevékenységet folytatunk. Az Univer cégcsoport éve szinte mintegy 75 milliárd forintos árbevételt realizál, 1310 embernek nyújt biztos megélhetést, emellett 550-600 családdal áll szerződéses kapcsolatban, akik a meghatározó nyersanyagokat, paradicsomot, paprikát, fokhagymát, vöröshagymát, mustárt biztosítják számukra. A 75 éves jubileumot Univer Erős Pista Fesztivál ünneplik október 13-án és 14-én, amelyen az érdeklődők megtekinthetik a gyárat, láthatják, hogyan készülnek az Univer paprikás ételízesítői, főként az Erős Pista és Piros Arany. A szervezők kifejezett küldetése, hogy a látogatók számára lehetséges jövőbeli munkahelyként is bemutassa az Univert. A 75 éves Univerről bővebb összeállítást a Híres Históriák magazinumban láthatnak október 27-én este 8 órakor.